A történelem továbbíródik, igaz, kikaptunk a visszavágón, de hát azért 4-2-vel továbbítottunk. Most már jöhet a kupadöntő. Így van, a lényeg a továbbítás volt, de úgy szeretünk volna azért továbbítani, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést is. Sajnos nem kezdtünk jól, az első fél időben eléggé álmosak voltunk, és a második fél időben, a második kapott gólig is azért úgy érzem, hogy a Debrecen elnyitotta a mérkőzést, viszont a második gól után abszolút a kezünkben volt a mérkőzés, helyzeteink voltak, el is döntettük volna a mérkőzést, és utána úgy érzem, hogy a Debrecennek nem nagyon volt nagyobb gólszerzési lehetősége. A lényeg az, hogy megvan a továbbításban, vagyunk a kupadöntőben. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert amióta itt vagyok az első osztályban 8 évből, 2 döntőt játszottam és 5 elődöntőt. Úgyhogy ebből a szempontból kupa specialistának hívhatom magamat. Próbáltam elmondani és magyarázni a srácoknak, hogy mit jelent ez az előny, amit összegyűjtöttünk, és hogy milyen fontos a kupadöntő, milyen érzés lesz, amikor majd ott leszünk május 23-án este, és tényleg nem sok ember mondhatja el magáról, hogy pályafutása alatt esetleg érmet tud szerezni. Úgyhogy számunkra ez tényleg életbevágóan fontos lesz. Az, hogy az elején nem ti irányítottatok, azért is volt, mert azért nehéz fölpörögni egy olyan meccsre, ahol 4 gól az előny? Azért láttunk már csodát a történelemben, hogy például Barcelona 4-0-ról jött vissza a Paris Saint-Germain ellen, vagy esetleg egy Róma-Barcelona ellen. Tehát tudtuk, hogy nem fog ránk várni egy könnyű mérkőzés, mert az a Debrecen mindent meg fog tenni, ha az egy pályán nem is volt, ez egy könnyű mérkőzés. De szerencsére úgy alakult, hogy továbbítottunk, és az annak köszönhető, hogy hátul azért végig nagyon stabilak voltunk, nagyon egységes volt a csapat, és most már innen nagyon nincs megállás. Ahogy mondtad, a történelem folytatódjon tovább, és akkor szerezzük meg a Puskás Akadémia első magyar kupa címét. Szombaton először egy bajnoki meccs, és könnyen lehet, hogy szerdán 23-án majd szintén egy ilyen mérkőzés az Újpest ellen a kupadöntő. Így van, ne szaladjunk még annyira előre, ugye holnap játszanak, adjuk meg a tiszteletet a Balmazújvárosnak is, aztán jusson be a kupadöntőbe a Jobbik együttes, az tényleg egy pikáns meccs lenne számomra. Hát majd meglátjuk. Kit szeretne jobban a döntőben ellenfélnek látni? Még egyszer hangsúlyozva a tiszteletet, maximális tiszteletet megadva, de valahogy a szívem az Újpestet szeretné. Lehet, hogy esetleg azt mondják, kijönnek majd a fradisták az Újpest ellen szurkolni, mert hát tudva lévő a két tábor közötti nagy különbség. Ez egy nehéz kérdés, valószínűleg nem látogatnak meg a döntőt, ugye Ferencváros nincs ott a lehetséges jelöltek között, ők már azért hamar búcsúztak a kupa szerepléstől. Az biztos, hogyha az Újpest fogja játszani a kupa döntőt ellenünk, akkor nagyon sok újpesti fog kijönni, szerintem még 10 000 fölött is. Azért az Újpest szerzett egy gólos előnyt otthon, ugye csekély az előny, de jó csapat az Újpest, viszont azért párat a Balmazújváros is bemutatott előnünk, hogy egy nagyon jó kis csapatról van szó, szóval még abszolút nyitott ott a továbbjutás, 50-50 adok, annak ellenére, hogy az Újpestnél van az előny, mert ott a idegenbeli rúgott gól a Balmazán, szóval kíváncsi várom, hogy ki lesz az ellenfelünk. Nagy szavakkal nem szoktam dobázni, és nem is szeretnék, de május 23-án ott egy csapat lehet, aki azt a kupát felemeli, és az a Puskás FC.